Amikor az igaz élményeket felidézzük, és azokat a pillanatokat, amelyeket a szívünkben is megőrzünk, és magunkkal viszünk akár a későbbiek folyamán is. Azok mind-mind olyan pillanatokat jelentenek, vagy mind-mind olyan pillanatok, amelyek az egymásra való odafigyelést jelentik, olyan közös pillanatok, amelyek az összetartozás élményét is megjelenítik, és ezek a mindennapi rutinokban olyan különleges élmények kívánnak is varázslóknak, amely 10-15-20-30 év múlva is felidézhetővé válik. És amikor a korábbi éveimre gondolok, akkor fel tudom idézni egészen kisebb azt a pillanatot, amikor egy osztálykiránduláson szélvásárlóan egy szalvas gondolat észrevettünk a barátaim osztálytársaimmal. De azt is fel tudom idézni, amikor egy nemzetünnep alkalmával készültünk egy versre, és mindenki az osztályban egy-egy sort tanulhatott meg, figyelni kellett arra, hogy meg kellett jegyeznünk az adott sort, és emlékszem azokra a napokra, azokra a hetekre, amikor erre készültünk. De arra is kisten tisztán emlékszem, amikor Márkészalkán abban a kisvárosban, ahol én születtem, megjelent egy cirkusz, megjelent egy vándor cirkusz. És amikor a cirkusz kocsik megjelentek, felvették a sátrat, a mutatványosok, akkor mindenben izgalomban és lázban égtünk, hogy mikor mehetünk be ebbe a csodabirodalomba, vagy ebbe a csodaországba, ami eljött felettől. Mindenki a látottakról beszélt az előadás után, és az egyben kovácsolt minket. Ez az együtt töltött idő, amit mi ott eltöltöttünk, amit nem csak a barátaimmal, hanem ugyanúgy a tanáraimmal is eltöltöttem, ezek olyan felejtetlen élmények jelentettek, amelyek valóban megadták nekünk a későbbiekben is az összetartozás élményét. Én úgy gondolom, hogy erről szól az advent is. Az advent közös várakozásról szól, az egymásra való odafigyelésről szól, a karácsonyi csoda pillanatának az eljöveteléről és az erre való várakozásról. Hiszen mit is ünnepünk karácsonykor? Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy van valaki, aki értünk mindannyiunkért megszületett, és aki mindannyiunk életét figyeli, folyamatosan figyelemmel kíséri, hogyha mi is figyelünk rá. Mi hiszünk abban, hogy az egymásra való odafigyelés, a boldog pillanatok, a felejthetetlen közös élmények mindannyiunk életét gazdagabbá teljesen képezték. És éppen ezért a család és esélyteremtés önkéntes házak hálózatával az ország minden megyében valamennyi családok átmeneti otthonát megkeressük, és ne arra törekszünk, hogy mindenkinek tudjunk egy élményt nyújtani, minden gyermekét részese legyen, ilyen és ehhez hasonló felejthetetlen önfelett, varázslatos és boldog pillanatoknak, olyan közös élményeknek, amely az összetartozás élményét tudja jelenteni. Köszönöm,